Békés megyében születtem, Békés megyei Szeghalom városában, Vésztő városában jártam általános iskolába. Szüleim kereskedelemmel, mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoztak. Egy nagy család tagja vagyok, ötödik gyermekként születtem. Két bátyám, két nővérem és egy húgom van. Az általános iskola után a Csongrád megyei Szentes városába kerültem. Ott műszaki szakközépiskolában érettségiztem, és ott is végeztem el a technikumot. Onnan felvételiztem a Pollák Mihály műszaki főiskolára, akkor még főiskolára Pécsre. És úgy kerültem Pécsre. A nővérem 14 éves korában ide Tolnára került, élsportoló, asztali teniszező volt, és mikor Pécsről hétvégén járhattam haza, néha messze volt a Békés megy, akkor sokszor Tolnára jöttem haza. És így alakult ki az, hogy egyre több időt töltöttem Tolnát, és a végén itt is ragadtam. Utána még a Gábor Dénes Egyetemre jártam, ott mérnök informatikus diplomát szereztem, de időközben sógorom beindította itt Tolnán a műszaki számítástechnikai üzletet, melyet a nyitásától kezdve én vezettem. Ez 26-27 évvel ezelőtt volt. A legelején még a számítógépek összerakásától, szervizelésétől hálózatokat építettünk, kereskedelem is van, tehát perifériákhoz alkatrészeket, nyomtatókhoz patronokat, tonereket, mindent forgalmazunk. Illetve van még egy órás műhelyünk is, javítunk órákat is. Feleségem pedagógus, egy óvodának a vezetője, köznevelési szakértő, német nyelvtanár, tehát mindezekben dolgozik. Van egy 20 éves fiunk, aki jelenleg egyetemista, és ő is asztali teniszezik, korosztályos válogatott volt, végülis bejárta ő egész Európát ezzel a sporttal. Most a Pécsi Egyetemi Asztali Tenisz Klubban NB1-es játékos, még az egyetem mellett, közgazdaság egyetemre jár egyébként. Amikor már Tolnára kerültem, akkor itt nagyon sok barátom bent volt már a politikában, idézőjelben, tehát barátok révén kerültem be, és 2006-ban indultam először képviselőnek, akkor bekerültem a képviselőtestületbe, és azóta is tagja vagyok. Jelenleg a jogi bizottság elnökeként dolgozom. Volt egy időszak, amikor nem voltam képviselő, akkor a Tolnai Faszton Asztali Tenisz Klubnak voltam az elnöke 4-5 éven keresztül. Igazából mindig érdekelt a közélet, tehát érdekeltek a városoknak a fejlődése, az embereknek a viszonya a dolgokhoz. Tehát úgy mindenképpen, hogy ha valamit hozzá tudok tenni ahhoz, hogy valami jobban legyen, vagy sikeresebb legyen, akkor legyen. Most az önkormányzati választáson polgármesteri mandátumot tudtam szerezni, a körzetemben is megjeltem a képviselőséget, úgyhogy most már nem csak önkormányzati képviselő leszek, hanem október 1-től polgármesterként dolgozom. Egy igaziból egy nagy kihívás is, de egy nagyon jó dolog, én szeretném jól csinálni, ami biztos, hogy nagyon sok akadályba fog ütközni, biztos göröngyös lesz az út, de úgy érzem, hogy van mögöttem egy olyan csapat, szerintem a képviselőtestület is olyan, hogy sikeresek tudunk lenni, és tudjuk tovább vinni azt, amit az előző ciklusokban már megkezdtünk, és tudjuk folytatni az előző polgármester asszonynak, a Felszoffer Ágnesnek is a munkáját. Tényleg nem volt sárdobálás, nem volt ellentét. Mondhatni azt, hogy nyugodtan zajlottak eddig is a képviselőtestületi ülések, sőt, még azt kell mondjam, hogy a mi frakciónk volt az, aki úgy nyugodtabb volt, mint a másik oldalon. Az összetétel úgy lesz, hogy 4 főt adunk mi, 7 fő lesz a Fidesz frakcióból, de a Tolna érdekében igazából, tehát a nagyon nagy politikában úgysem kell, meg nem is tudunk belemenni. A város fejlődés érdekében, Tolna érdekében biztos, hogy összefogásban tudunk együtt dolgozni.
Vannak olyan elképzeléseim, amik lehet, hogy kicsit merészebbek. Én úgy gondolom, hogy a fiatalokat valahogy vissza kell hozni Tolnára, akik egyetemre elkerülnek, nem nagyon akarnak visszajönni. Esetleg egy ilyen fecskeházszerű épület létrehozása, ahol letelepedést, lakatást tudunk nekik ajánlani, az nagyon nagy segítség lenne. 10 éve, sok éve mondom már, hogy lehet, hogy nagyon jó lenne egy mentőautóval felszerelt mentőállomás, hogy Tolnán legyen az az autó, tehát innen tudjon elindulni, hogyha baj van. Ez is nagy segítség lenne, akár a környező Fad, Fácánkert, Bogyiszló és Tolnára is. Sokat számítana, hogyha ilyen lenne. Nagyon szeretünk itt élni egyébként, tehát nagyon szeretjük a várost. Politikailag, hogyha ha kérdezed, akkor pedig csak az, hogy zökkenőmentesen tényleg, amiket kitalálunk, egy jó ötletet megvalósítani mindig. Bárkinek van ötlete és meg tudjuk valósítani, az természetesen nagyon, nagyon hasznos. Körülbelül 30 éve Tolnán élek, el sem tudom képzelni, hogy máshol legyek. Minden zegzugát ismerem szerintem a városnak, az emberekkel jó kijövök, biztos, hogy itt képzelem el az elkövetkező életemet is, tehát nem tudnék máshova menni. Nagyon szeretem a Dunapartot, van olyan, hogy reggel fölkelek, és akkor elmegyek futni, amerre csak úgy gondolok, úgy a városba, és akkor is tényleg jó itt lenni.